Sziasztok az Úr áldjon meg benneteket. Nagyon örülök, hogy itt lehetek köztetek, és hogy elmondhatom azt, ami bennem van, ami nem lesz egyszerű. Mert így rövidre kell fogni, mert így már nagyon tömörített fájlban van. Nagyon össze van minden sűrűsödve, és igyekszem elmondani a lényegét. Annyit szeretnék ugye elmondani, hogy járok, kelek, nagyon sokat utazom, így a munkámból kifolyólag is, és nagyon sokat beszélgetek a feleségem, hogy közben felhívok telefonon, vagy ott van velem, vagy így gondolkozok az Úrnak a dolgain, és elgondolkozom az életünkön, és hogy éppen mit cselekszik, és van ott úr, közben rám jön a sírás, meg az Úrnak a szelleme, most is egyébként. Fantasztikus az Úr. És valahogy már múltkor is így szétfeszített ez a dolog, és hívtam a Sanyit, hogy van arra lehetőség, hogy megosszam veletek, mert hát ha tudtok belőle épülni, hát ha tudtok belőle növekedni, nagyon bízom benne. De ahhoz, hogy el tudjam mondani ezt a bizonyságomat, egy-két előzményt szeretnék elmondani. Annyit kell rólam tudni, hogy nagyon régen tértem meg, de semmit nem számít az, hogy ki mikor tér meg egyébként. Az csak egy dátum. A legfontosabb dolog az életünkben, hogy mikor ismerjük meg Krisztust úgy valójában, onnantól indulnak be az izgalmas dolgok szerintem a keresztény életünkben. És szoktam mondani, és ezt fel is írtam magamnak így nagy betűkkel, hogy minek utána hívőké lettünk, higgyünk az Istenben. Erre szeretnék bátorítani mindenkit, és szoktam is bátorítani mindent, mert nagyon jó volt a dalba, és amit a Petra énekelt, hogy elhiszük-e, amit az Úr mondott, amit az Úr ígért nekünk, és nagyon sokszor mondjuk és ismételgetjük és hallgatjuk az Istennek az igéjét, és nagyon sok ilyen keresztény szleng van, nagyon sok közhely van, amik elhangzanak, és azt látom, hogy nagyon sok keresztény embernek az életében bizonyos igék, igehelyek, igeversek ilyen közhelyekké válnak. És ilyen rutinból oda mondják, és így elsiklanak fölötte. Ahelyett, hogy megemésztenék és hitre jutnának fölötte, mert akkor már nem abban az állapotban lennének, mint amiben vannak. És én is sokszor így voltam, hogy nem rágtam meg nagyon sokszor az igét, és elsiklottam az ige felett. Amit szeretnék elmondani, hogy egy bizonyos, azt mondom inkább, hogy a keresztény életemnek az elején nagyon sok csodát megéltünk. 90-es évek elején azért ez egy nagyon mozgalmas időszak volt, nagyon sok csodát, gyógyulás, szabadulás, sok mindent megéltünk. Nem volt az kérdés, hogy például otthon imádkoztunk testvéremmel, árpa nőtt a szememre, nagyon fájt, egy marha nagy árpa volt. Bementünk a szobába, imádkozott ért a testvérem, és hittel kimentem, megnéztem, nem volt ott az árpa. Ilyen szinten mentek a dolgok, ez így természetes dolgok voltak így az embernek az életében a csoda. Csak azt tapasztalom, hogy egy idő után a természet feletti természetessé válik az embernek az életébe. És így sokszor az van, hogy hallunk egy bizonyságot mai napig, hogy valaki meggyógyult a rákból, halleluja. És ennyi ahelyett, hogy újonganánk, vagy tényleg azt igazándiból, hogy átélnénk, hogy gyerekek, ez gyógyíthatatlan, ez csoda, ez nem természetes dolog, ez természet feletti dolog is. És az ember így bele tud süppedni ebbe a dologba, hogy maga a természet feletti azért természetesé válik, hogyha hallunk bizonyságokat, hogyha hallunk jó dolgokat. És én is ilyen helyzetbe kerültem, hogy nem voltunk egy jó anyagi helyzetben, és nagyon sokat kilótunk, nagyon küzdelmes életünk volt. Most sem mondom azt, hogy gazdagok vagyunk, nem vagyunk gazdagok, de nagyon hálás vagyok azért, amin van, mert az Úrtól van. És amikor régen hallottam ilyen bizonyságokat, hogy annak idején ültünk a szabkertgyülibe, és hallottunk ilyen sztorikat, hogy elmentünk ilyen alkalomra, olyan alkalomra, nem volt pénzünk, és a végén, ami volt gyűjtés, odaadták nekünk, és megáldottak vele, és fú, és hogy mindenki örült, és tényleg milyen jó volt, hogy megáldották őket, akkor hallottam olyat, hogy valakinek nem volt autója, elmentünk, egy új autót kapott az Úrtól, ezt kapott, azt kapott, Istenem, mit csinálok rosszul? Én semmit nem kaptam még így. Nekem még a kezemben nem nyomtak így egy 5000-est,
bár nem azért szolgálom az Urat, de szeretnék a minuszokból, az adóságokból kimenni, szeretnék én is egy jó autót, szeretnék megszabadulni a hitelektől, szeretnék úgy élni, hogy ne napról napra, meg ne kelljen azon küzdeni, hogy mit csináljak még, hogy holnapra legyen esetleg kenyér. És itt teltek, múltak az évek, és voltam már olyan helyzetben is, hogy olyan mély katyfaszban voltam, hogy akkor beszéltegettem keresztény tesókkal is, és azt mondtam, hogy ő bátorítottak, én meg azt mondtam, hogy nincs kilátás. Bátorítottak, de mondom, mi lesz? Nem tudunk mit csinálni, mert egyszerűen ebből a mélységből nem látom a kiutat. Egyszerűen semmiféle megoldást nem látok a problémáimra, maximum az, hogy kimegyek külföldre dolgozni, és megpróbálom majd, hogy kimegyek hajóra zenélni, vagy valami, és akkor majd kifizetgetem az adóságaimat, mert egyszerűen nem tudunk megélni, egyszerűen annyi minden össze van gyűlve fölöttünk, hogy hajmeresztő is megfolyt, megfelemész bennünket ez a dolog. Igen. Azt féltem így a jövőtől, mert kicsikét így kilátástalanná vált minden. És arra rájöttem egy idő után, hogy, és egyszerűen hallgattam az egyik testvéremnek a szolgálatát, és egy nagyon egyszerű igét mondott. Elmondta ő is a bizonyságát, és van az az ige, hogy keresétek először az Istennek az országát és az ő igazságát, és utána minden megadatik néktek. És ugye ez is egy olyan ige, hogy most is mindenki bólogat, ugye, hogy ámen, persze, ezt annyiszor halljuk ezt az igét, és ez annyira egyértelmű, hogy először az Istennek az országát kell keresni, és akkor utána pedig minden megadatik nékünk. És milliószor hallottam, és milliószor bólogattam, és ámeneztem erre. Csak egyszerre szíven talált ez az ige. És elkezdtem gondolkozni, hogy felcseréltem egy kicsikét így a sorrendet, mert elkezdtem kapkodni. Elkezdtem úgymond, mint aki fuldoklik és elkezd kapálózni, ahelyett, hogy elgondolkoztam, elkezdnék tempózni, vagy bízni az Istenben. És volt egy másik nagyon fontos ige, az még 1993-ban, amikor bemerítkeztem, kaptam egy könyvet ajándékba, akkor is beleírták nekem a 37. Zsoltárból, hogy hagyjad az Úrral te útadat, bízzál benne, majd ő teljesíti azt. És hiába ez egy egyértelmű igének tűnik, de ez nekem, mintha én kínai lett volna, én mindig így átsiklottam fölötte. És közben persze ment az élet, szolgáltam meg mindent, de bizonyos területeket nem tudtam átadni az Istennek, és nem tudtam haladni, és nem tudtam győztes lenni bizonyos területek felett. És ugye emiatt frusztrálva éreztem magam, mert és károsztatva éreztem magam, hogy vagy velem van valami probléma, vagy nem teszem bele a 100%-ot, még többet várna el az Isten, még többet kellene tennem, kevés ez, amit teszek, vagy nem elég jó a hitem, valami probléma van, ami miatt nem működnek az életemben ezek a dolgok. És ahogy hallottam ezt a bizonyságot, hogy elmondta a testvérem, hogy hogyan áldotta meg az Úr, hogy először az Istennek az országába kezdjen el fektetni, és először az Istennel hozza helyre úgymond a kapcsolatát, és keresse az Istennek az országát, és utána minden megadatik néki. És utána őt előre vitte az Úr így a munkájában, vállalkozásában, és ismertem ezt a testvért, és egy hiteles szolgáló volt. És én is, engem megérintett, és elkezdtem így, én is így megváltozni az ige felé, és hitre jutni az ige felett is. És ugye, ami addig úgy nagyon idegen volt ez a 37. Zsoltárnál, hogy hagyjam az Úrra az én utamat. Folyamatosan üzent az Úr, hogy hagyjam az Úrra az én utamat, hogy ne én akarjam megoldani az én problémáimat, hanem tegyem már az Istennek a kezébe, és bízzak benne, hogy ő fogja azt véghez vinni. És nagyon érdekes dolog, néztem az eredetiben, hogy az van írva, hogy hagyjad az Úrral, tudod, bízzál benne. Ott a bízzánál az van, hogy biztonságban van, nincs félnivalója, aki az Úrban van, hogy nincs semmi félnivalónk, hogyha egyszerűen az Úrra hagyjuk az utunkat. És elindult az életünkben egy ilyen pozitív változás. Elindult az, hogy nem kezdtem el kapkodni, nem kezdtem el idegeskedni azon, hogy munkahelyről munkahelyre menjek, hogy ha valahol többet ígérnek, akkor oda menjek, vagy féljek attól, hogy most le fognak számolni valahol. És ugye ezzel is küzdöttem nagyon sokáig így a munkával, hogy nem tudtam jó szívvel
sokáig dolgozni, mert olyan össze-vissza helyeken dolgoztam sokszor, hogy stressz volt, nyomás volt, és mondom, hogy tudok én itt úgy dolgozni, mintha az Úrnak szolgálnék, és mindig imádkoztam, hogy Uram, valahogy vezess ebbe, és adjál nekem ebbe bölcsességet, de kellett ebbe egy kitartás. És egy kicsit így előre megyek a dolgokba, hogy az igébe, inkább igét mondok hozzá, hogy nagyon sok ige van, ami felett hitre kell jutnunk. Mert ugye onnan indul ki minden. Azt mondja a 2 Péter 1-3, hogy mindennel megajándékozott bennünket az Isten. Ami az életre és a kegyesség, az Isten félre, az Istennek a szolgálatára szükséges. És mindennel. És a mindenben, abban benne van minden. Abban nem hiányzik semmi. Azt mondja ott az eredeti, hogy a lehető legtöbbet. Azt mondja János 10:10, ugye, hogy a tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjön. És én ezeket elkezdtem nézegetni, hogy és még bátorítok, ha az ember az eredetiben megnézi ezeket, hogy a bővölködés szónál nem az a szó szerepel, ugye ez is egy ilyen hamis dolog, amikor szerintem az ember azt gondolja, hogy jó, csak legyen meg egy kis szelet kenyér, meg összehúzunk magunkat, hanem az Úr azon írva, hogy rendkívül különlegesen szokatlanul túlzott. Fennmaradó, fölösleges, a kelleténél több. Fölösleges, haszontalan. Ez van írva, hogy ez egy olyan, a bővölködés az Istennek a szótárában az egészen más jelent, mint esetleg a mi gondolatunkba az, hogy be tudjuk fizetni a rezsit. Én már annak is örültem volna, hogyha be tudjuk fizetni a rezsit, nem az egyik hónapban a villanyt fizetjük, a másik hónapban meg a gázt fizetjük. És én ezért imádkoztam sokszor, hogy Uram, az, hogy ki tudjam fizetni a rezsit. És eljött egy olyan időszak az életünkben, hogy ráálltunk ezekre az igékre, és elkezdtünk hálát adni, és elkezdtünk hitből élni. És nem aggodalmaskodtam azért, hogy mit fog hozni a holnap. És elkezdtük így kicsiben megélni először az Istennek az áldásait. Például volt ilyen, hogy egy pár évvel ezelőtt, hogy gyülekezetben voltam Isten tiszteleten, és adakozás volt az alkalomnak a végén. És ugye ezt kihangsúlyozom, hogy az adakozás nagyon fontos, az nem üzleti befektetés, hanem az hitből és hálából kell, hogy fakadjon. És olyan hála volt bennem, és az összes vagyonunk 4000 forint volt a zsebembe. És ahogy jött, hozták a kosarat, én mindent beleraktam, úgyhogy nem maradt semmi. És vége volt az Isten tiszteletnek, ki volt kapcsolva a telefonom, utána jött egy SMS, hogy hívjam már fel, mert kerestek, és abban az időszakban foglalkoztam hüllőkkel, aki ismer, azt tudja, hogy én óriás kígyókkal foglalkoztam valamikor, meg varánuszokkal, ilyesmikkel, ez volt így a hobbim, és bizniszeltem velük, és rendeltek tőlem egy óriás kígyót, amin pontosan 10-szerese hasznom volt másnap reggel, és még aznap este oradták bele az előleget. Úgyhogy a 4000 forintot odaadtam hitből, reggelre 40000 forintom lett belőle. Azért, hogy hitből azt tettem egy lépést, és hálából fakadt ez a dolog tényleg őszintén. És az Úr ezt tudja megáldani. És utána telt az idő, és így apránként így a munkában is azt tapasztaltam, hogy egyre jobb pozícióba kerültem. Elmondom, hogy valamikor a Tiszaújvárosba jelentkeztem, Zsabia. Nem egy olyan nagy hely, nem egy olyan nagy karriernek tűnő dolog. Akkor is eléggé vacak helyzetben voltunk, és jelentkeztem, elmegyek operátornak. Jobb, mint a semmi valami legyen. És elmentünk ugye a toborzásra, millióan voltak. Persze elmentem egy ismerősöm már, akinek volt nyelvvizsgája, volt diplomája, Vám is pénzügyi őrségnél dolgozott, minden együtt mentünk. És hát én beírtam, hogy hol dolgoztam előtte, mit csináltam, és a végére maradtam. Hát már szóltam, hogy nem felejtettek el, vagy valami, és engem más pozícióba gondoltak. Akkor ott a többieket felvették operátornak, a diplomával rendelkező barátomat is, engem pedig kétszeres fizetéssel vettek fel áruátvevő raktárosnak könyvelni.
És akkor azért mondom, hogy ez egy olyan fantasztikus bizonyság volt, és az Úr megáldott ebbe a pozícióba is, hogy tudtam csinálni, megfeleltem ott a kritériumoknak, jó szívvel, szívesen jártam be dolgozni. Aztán még bennem volt az, ugye, hogy többet szeretnék ugye gyülekezetben lenni, többet szeretnék szolgálni, van bennem egy csomó minden, nem tudom kiadni az emberek felé, ugye sok kijelentés jön, és kaptam egy olyan lehetőséget, hogy rugalmas munkaidőben dolgozhattam, kevesebb fizetésért, ugyan, de az nekem nagyon nagy áldás volt, mert az egy olyan időszak volt, ami nekem referenciának is nagyon jó volt, akkor egy alapítványnál dolgozhattam, és egy csomó programot szervezhettem, és mellette annyit szolgálhattam, mint a nyű, úgyhogy tere voltam szabadidővel mellette, és ez egy nagyon, nagyon jó időszakon volt. És azt tapasztaltam, csak így a munkából kifolyólag, hogy amíg eleinte én kapkodtam és nézegettem a hirdetéseket, hogy hova kellene menni, és tiszta stressz voltam ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, addig úgy az volt, hogy engem kerestek meg. Nem én mentem a munka után, megkerestek engem. És volt, nem azt mondom, volt, egy majd csak egy ilyen kis kirengés, az új helyre rakott, vége volt ennek a... Jó, nézem az időt, és igyekszem. Egyben nem fog beleférni, mert nagyon sok... Vége volt ennek a projektnek, ez egy 2,5 éves időszak volt, és utána átmenetileg elmentem egy gyárba dolgozni, de éreztem, hogy ez nem az, amit én szeretnék csinálni. Ebben nem tudok kiteljesedni, és emberek felé szeretnék szolgálni. És nem sok időt telt, kaptam egy e-mailt, és felajánlottak nekem ott egy állás lehetőséget, ahol lakom, ott Ózdon, hát végül is Ózd mellett lakom, és szociális munkásokat keresnek, és hasonló munkakör, mint ahogy én dolgoztam, és ki volt írva, hogy szociális munkás, szociálpedagógus diploma előnyt jelent, de nem feltétel a tapasztalat. És elmentem, és ez is egy bizonyság volt, hogy én oda bekerültem. Úgy kerültem be, hogy diplomásokkal versenyeztem, diploma nélkül, és engem választottak. Azon rezgett a léc, hogy bizonyságot tettem az állásinterjún, és majdnem ezért nem vettek fel, de nem bánom, mert ott elmondtam, hogy nekem a hitem határozza meg az életemet. És utána nagyon küzdelmes volt még a helyzet, ott úgymond patronus, ilyen szociális munkás munkakörben dolgoztam, és olyan emberek, akik nem akarták, hogy arra kerüljek, ők folyamatosan ki akartak engem rúgatni. Folyamatosan ki akartak engem készíteni. És úgy állt a helyzet, hogy eljövök. Így el voltam keseredve, és azt mondtam, hogy feleségemmel beszéltük, hogy az Úr adta nekem ezt a munkát, ezt a helyet, ezt a lehetőséget, és nem tehetem azt meg, hogy emberek miatt így eljövök, hanem majd az Úr az én alkalmatlan, meg az ilyen embereket félre fogja állítani az útból, és az is lett a vége, hogy először az egyiket, aztán a másikat, aztán most úgy néz ki ez a helyzet, hogy ennek az intézménynek én vagyok a vezetője. És ebből a pozícióból, és feleségemmel együtt dolgozunk, ami nagyon nagy kiváltság, velünk vannak a gyerekeink is. Még egyetlen egy dolgot mondanék el, ami egy gyakorlati dolog, egyébként nagyon-nagyon sok lenne, ami így hirtelen eszembe jut ezzel kapcsolatban pont, amit így hallottam régebben, hogy így megáldott őket az Úr, anyagilag kaptak, autót kaptak, stb. Múltkoriban úgy voltam, hogy szeretnék egy autót, mert az enyém az már szanaszéjában rohadva, és mondom, szeretnék egy jó autót, és így elkezdtem, pénzem nem volt, és elkezdtem nézegetni a hirdetéseket, és azt mondtam, hogy nem érdekel, mert én tényleg nyitott vagyok arra, nem ilyen közhelyként, hanem én nyitott vagyok arra, hogy az Úr megáldjon, hogy nekem adjon valaki egy autót. És amikor régen ezeken bosszankodtam, hogy mondogatták ki szlogámat, hogy ne korlátozd az Isten testvérem, hogy hagy áldjon meg egy Mercedes-t, vagy hagy áldjon meg ezzel azzal, addig most ez nem egy ilyen közhely, hanem ezt hitből el tudtam fogadni, hogy én várom az Úrnak az áldását, hogy ki, honnan, mikor, fogalmam sincs, de várom az autót. És egyébként nem is térek, hogy konkrétan is elmondtam, hogy milyen egyterűt szeretnék, és egyébként az lett a vége, hogy májusban leültem a főnökömmel beszélgetni,
és hogy folyamatosan túlórázunk, nagyon sok túlóránk van, és akkor azt mondta, hogy nem tudnak bennünket másképp kárpótolni Krisztával, hanem nekünk szeretnék adni ezt a Citroen C4 Grande Picassót, azt mint szolgálati autó, hogy ezt munkába járásra és a családom céljára, amíg élek, addig ezt használhatom, és ők tartják karban. Úgyhogy ennyit ezek a dolgokról, az Úr a dicsőség, és majd a többit majd következő alkalommal, mert nagyon sok ilyen gyakorlati dolog van, és én csak arra szeretnélek benneteket bátorítani, hogy higgyetek az Istenben, higgyetek az Istennek az ígéreteiben, mert az, amikor ott megvan írva az, hogy bővölk, azért jött el az Istennek a fia, hogy életet adjon és bővölködjenek, és hogy mindennel megajándékozott bennünket, akkor benne van a minden, és abból nem hiányzik semmi, nem hiányozhat semmi, amire neked szükséged van. Az persze megint másodszor, hogy más az igényünk, és más az, amire nekünk szükségünk van, mert az Úr tudja, hogy mire van szükségünk. Lehet, hogy nem Mercedesre van szükségünk, hanem egy egyterűre van szükségünk, az az Úr tudja, vagy egy Suzuki-ra, de amire szükséged van, az az Úr be fogja tölteni. Aztán köszönöm, hogy meghallgattatok, vagy folytatok.